A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest költségvetését, amely újpesti beruházásokat is elindíthat. Lesz klíma is a hármas metrón. A fővárosi közgyűlés február 26-án 18 igen szavazattal, 14 nem ellenében és egy tartózkodás mellett elfogadta a fővárosi önkormányzat 2020-as költségvetését. Annak része a Budapest Közlekedési Központ és a Budapest Közút útfejlesztési keretösszege is, amelyből Újpesten megújulhat például a Rózsa utca, az újratervezés alatt álló István út Pozsonyi utca, és emberarcúbb lehet az Árpád út is. A fővárosi testület ugyanakkor nem szavazta meg azt a fideszes indítványt, amely 3 milliárd forintot csoportosított volna át a hármas metró klimatizálására. Én úgy gondolom, hogy a pofátlanságnak a netovábbja az, amit a Fidesz az M3 metró klimatizálásával kapcsolatban a tegnapi napon véghez vitt. Gondoljuk bele, ők azok, akik akár visszaélés gyanúját is felvető módon asszisztáltak ahhoz, hogy ide valamilyen metró kerüljön. Mert valójában nem tudjuk még a mai napig se, hogy ezek most új metrók, vagy valójában a régi metrónak a felújított változatai. A városvezető koalíció egyébként azért mondott nemet a fideszes módosítóra, mert az egyrészt fölborította volna a költségvetés egyensúlyát, másrészt a metró klimatizálásra előterjesztés nélkül is megvan a forrás a büdzsében. Kérdés azonban, hogy ezt el kell-e használni. A pénz az rendelkezésre áll, és a költségvetésbe be van tervezve. És a információink is megfelelők, akkor most jelenleg a BKV 5 nemzetközi szinten is elismert klímagyártóval egyeztet arról, hogy milyen megoldást lehet ezekbe a metrókba beszerelni. Az, hogy milyen forrásból, az is egy fontos kérdés, mivel ez egyrészt rendelkezésen, másrészt azonban azt is jó tudni, hogy egy jogi vita is folyamatban van a gyártóval. Könnyen lehet ugyanis, hogy a munkát abból a 6 milliárd forintos kötbérből fogják fizetni, amit a BKV követel az oroszoktól, de akár az is előfordulhat, hogy a cég a klímaberendezések beszerelésével dolgozza le a kötbért.